Folytatódik a Közelkép élő stúdió beszélgetés. Márciusban a nők kapnak főszerepet, hiszen országszerte elsején márciuskákkal és virággal köszöntik a nőket. Aztán 8-án a Nemzetközi Nőnapon különböző figyelmességeket kapunk a férfiaktól. Ilyenkor talán mi is jobban odafigyelünk magunkra, felteszünk olyan kérdéseket, amelyek foglalkoztatnak, vagy amelyek nőiességünkkel kapcsolatos. Hogyan éljük meg a mindennapokban azt, hogy nők vagyunk, mi segít át a buktatókon, milyen erőt hordozunk magunkban, és természetesen hogyan találjuk meg a lelki egészséget. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk ma Kondor Ágotával, a mentálhigiénés szakemberrel, aki még tanár is, és ez mellett a Székely Mikó kollégium igazgatója. Köszöntöm, és köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a meghívást. Erdély egyik legnevesebb és legerősebb középiskoláját vezetni. Gratulálok ehhez. Mennyire nehéz igazgatóként és minden nő szerepben helyt állni? Valahogy ez nem jelentett gondot. Akkor, amikor 6 évvel ezelőtt elvállaltam a Székely Mikó kollégium igazgatását, bele sem gondoltam abba, hogy ez miként fog érinteni nőként, vagy milyen kihatással lesz a különféle szerepeimre. Azt viszont el tudom most itt utólag mondani, hogy sok minden egyéb hátrányba került azóta, mondjuk a szakmai életben, pedagógusi munkában arra sokkal kevesebb időm jut, hiszen az adminisztráció, a vezetés mindennapi gondjai ettől azért időt vonnak el, de meg lehet találni azt az arányt, ami azért egyensúlyt teremt a különféle szerepek között. Mentálhigiénés szakemberként foglalkozott a nőiesség témával. Miért? Alapidentitásunk a nemi identitás, és mint ilyen gyakran foglalkozunk képzéseken, előadásokon, műhelymunkákon, hiszen már csak azért is, mert okozhatnak krízis problémákat, okozhatnak lelki problémákat, és a mentálhigiéné prevencióval foglalkozik. És kerestük a választ azt kollégáimmal közösen többször is, hogy mitől marad egészséges egy nő. Hiszen a mentálhigiénés szemléletmód az egészségre koncentrál, nem betegségközpontú, tehát pont ez a paradigmaváltás a szenzációs ebben a szemléletmódban, hogy arra koncentrálunk, vagy azt keresünk, hogy mitől marad egészséges egy nő, mitől marad meg a nőiesség, mitől őrzi meg a nőiességét, vagy mitől lesz egészséges életmódja, életvitele, és ezt gondolok a testi, lelki, szellemi, szociális szférájára, tehát így egységében. És ezt kutatva nyilván többször tartottunk előadást, kerestük erre a választ. És mitől nőies egy nő? Nagyon bonyolult. Pontosan erre jöttünk rá, hogy mindenki önmagában kell megtalálja, és ettől szép, ettől sokféle. Nincs egy standard, nincs egy képlet, ami szerint ugye fölírjuk. Talán ez nem annyira matematika, hogy írunk egy képletet, azt behelyettesítjük különféle eszközökkel, mondjuk ruhákkal, tűsarkúval, sminkkel, tudom is én, ezerféle dologgal írunk rá egy képletet, és hogyha alkalmazzuk, akkor megtaláltuk a tökéletes nőt. Nem is tudom, van-e ilyen, hogy tökéletes nő, vagy tökéletes férfi. Számomra az is elég, hogyha elég jó nő, elég jó férfi, elég jó anya, elég jó tanár. A tökéletességre nyilván törekszünk, de hogy ez mennyire elérhető, ez egy kérdőjel. És hogy mindenki magában kell megtalálja azt. Talán egy belső kisugárzás. És ez a belső kisugárzás akkor jön, hogyha békében, harmóniában vagyok önmagammal, megtaláltam a saját identitásomat, és abban jól érzem magam. És ez a belső nyugodtság, harmónia kifele sugárzik, de hogy mindenképpen belülről indul.
és ebben kell támogatni talán a nőket, serdülőlányokat, kislányokat, hogy ezt a belső int, nőies int, a női identitásokat megtalálják. De a felnőtt nő, hogyha nem találta meg még, akkor segítséget kell kérjen, vagy mit tehet? Na, hogyha igen, nem érzi, kérhet, nem érzi magát. Kérhet, az jó, ha fölfedezi, hogy valójában a problémáinak a gyökere onnan ered, hogy a nőiességével kérdőjelek vannak, gondok vannak. Az már az első lépés, azt gondolom. A mentálhigién és szemléletmód a megelőzéssel foglalkozik, ezért nagyon, nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy melyik az az életkor, amikor a kislányok, talán még a prepubertás idején olyan, hát nem identitás, az nyilván sokkal korábban fejlődik, de hogy olyan 10 évesen kezdenek el a kislányok ezzel a kérdéssel foglalkozni. És akkor nagyon fontos az, hogy van-e példakép a környezetükben. Én itt most gondolok, szerencsés esetben ez az édesanya, aki példakép tud lenni a kislányának, de ha nem, akkor a környezetében bárki, aki neki példaképül szolgál. A nehezebb esetek onnan származnak, amikor nincs ilyen. Tehát ez mindenképpen jó, ha van az életünkben egy példakép. Nyilván az sem nagy tragédia, hogyha felnőtt korban kezdünk ezzel a kérdéssel foglalkozni, de hogyha a normál fejlődési fázisokat vesszük, akkor nyilván megvan mindennek az ideje, prepubertásnak, pubertásnak, a fiatal életkornak, amikor ugye az intimitás kell kialakuljon, hát nővé kell érni. Biológiailag egyértelmű. A menstruáció megjelenése, a biológiai érési folyamat az egyértelmű. A lelki érés ennél sokkal bonyolultabb. És az bekövetkezik mondjuk a kamaszkor végén, a serdülőkor végén? Jó esetben igen. Jó esetben igen. Fiatal felnőtt korra egy érett nő, 21, mondjuk az Ericssoni elosztásban ez olyan 21-25 éves korra tehető. Nagyon sok minden befolyásolja. Sajnos a kortárs, sajnos, ezt most idézőjelbe teszem, hiszen nem mindig vannak jó kortárs befolyásolások is, de hogy nagyon hat a mostani tinédzserekre a média, amit olvasnak, amit egymástól hallanak, látnak. Nagyon sok családban még tabu erről beszélni, nem beszélnek róla, nincs lehetősége a kislánynak vagy a serdülőlánynak ezekkel kapcsolatos kérdéseit megbeszélni az édesanyjával, iskolában. Tehát, hogy sok-sok helyzet adódhatna, ami segíteni őket. Most szerencsés helyzetben ezek adódnak, ott vannak, kéznél vannak, más esetben pedig nincs, és akkor ez okozhat problémákat. Na de hogyha nem kérdez? Vajon miért nem kérdez? Egy egészséges gyerek kérdez. Igen. Én azt gondolom, hogy rengeteg kérdése van. És hogyha van egy bizalom a felnőtt iránt, akkor számtalan sok kérdést tud föltenni. Én azt tapasztalom saját diákjaimmal kapcsolatosan, hogy rengeteg kérdésük van. És szeretem is azt, hogyha olyan hangulatot, olyan atmoszférát tudok az osztályban teremteni, vagy alakul ki a diákjaim és közöttem, hogy bármit megmernek kérdezni. És hál' Istennek megismerik kérdezni, fölteszik a kérdéseiket. Sokszor hajmeresztő, és nézek körbe karikába, hogy akkor most mit is válaszoljak rá, de örülök ezeknek a kérdéseknek. Sajnos a gyerekeinket leneveljük erről, hogy merjenek kérdezni. Abban a szellemben kellene nevelni őket, vagy meghagyni az egészséges kíváncsiságukat, támogatni az egészséges kíváncsiságukat, hogy serdülőkorban is, felnőttkorban is merjenek kérdéseket föltenni. Merjenek érzésekről, érzelmekről beszélni. Felénk eléggé jellemző az, én most itt Székelyföldet értem, különösen a fiúgyerekeket úgy nevelik még mindig, ha bár ebben azért van elmozdulás, hogy,
hogy az érzéseikről beszélni nem férfias vagy. Hát nem illik férfinak. Nem, igen, férfinak igen, nem. Ugye van igen, egy ilyen. Lányok is nehezebben tapasztaljuk gyerekeknél, hogy amikor érzéseket kell megfogalmazni, akkor nehezen találják a szavakat, de hogy ebben nekünk pedagógusoknak óriási nagy feladatunk van, hogy gyerekekkel ilyen téren is dolgozzunk. Mitől ismerszik meg az érett nő? Csak azt tudom mondani, hogy a belső kisugárzása, a hitelessége. Egy érett felnőtt, mert hogy beszélhetünk érett felnőttről, elsősorban a felelősségvállalásról, a következetességéről, ismerhető föl, amikor az önbecsülése jó, ismeri a saját értékeit, a saját hiányosságait is, de hogy ezzel békében van. Fölismeri és békében van vele. Úgy békében van önmagával. Tehát az érettségnek ez egy, hát ez egy ismertető jele. Várunk választ a környezetünktől, mondjuk a férfiaktól? Mindenképpen a visszajelzést. Vagy mindenképpen a környezettől. És remélem nem tévedek, de ha tévedek, akkor elnézést a hallgatóktól. Talán Karinti mondta, hogy annyira vagyok férfi, mint amennyire nő, aki belépik az ajtón, vagy annyira vagyok nő, mint amennyire férfi, aki belépik az ajtón. Tehát ez valóban így van. Nagyon fontos az, hogy milyen visszajelzéseket kapunk, és bármennyire fura egy nőnek a nőiességére vonatkozó első pozitív visszajelzéseket az édesapjától kell kapja. Akkor, amikor az édesapja tiszteli benne már a nőt, nem csak a kislányát látja, nyilván, hogy a lánya marad élete végéig, de amikor mondjuk az első nők napján kap egy szálvirágot az édesapjától, és nem csak gyerekek napján vagy gyereknapkor köszönti fel az édesapa, és megdicséri, ha jól néz ki, és hihetetlenül sokat számít, úgyhogy én arra biztatnám az édesapákat, hogy ne fukarkodjanak a dicséretekkel, és hogyha valóban azt látják, hogy szépen fejlődik a lányuk, hogy csodálatos, szép kislányuk van, akkor ezt adják a kislánynak a tudtára, dicsérjék meg, nagyon fontos. De ugyanilyen fontos a párunktól a visszajelzés, férjeinktől a visszajelzés. Nagyon sokszor hallom azt, hogy ó, minek bókolni, vagy hallok ilyeneket, hát egyszer megmondtam, hogy szeretem, aztán ha változik, majd szólok meg. Hát vannak ilyen kis pannelek, amit úgy félig meddig viccesen. Az elmúlt 20 évben már mondtam. Igen, igen. De azt jó hallani. Ezek a pozitív visszajelzések fontosak számunkra, azt gondolom, minden egyes nő számára. És március 8-án is szálvirág is, ugye? Igen, is igen. Na most mi az, amit a tévében látunk? Tehát ott megpróbálják megjeleníteni a tökéletes nőt, a nem mi, hanem a nagy tévékben. A tökéletes nőt is, tehát hogy engem már zavar, tehát nem azért, mert nőként irigy vagyok, hanem mert hogy zavar ez a nagyon, nagyon mű, száj, orr, stb. Tehát, hogy minden tökéletes akar lenni. De hogy eltúlozzák, hogy mi van ezekben a nőben, miért teszik ezt? Érdekes ez, ahogy fogalmaz, hogy a tökéletes nő vajon tényleg az a tökéletes? Tehát, hogy minden kornak megvoltak a maga nőies eszméi, volt, amikor teltkarcsúbb, volt, amikor kevésbé. Az utóbbi években, és erre most már tudatosan, ha jól tudom, akkor a média tudatosan figyel arra, hogy ezt a nagyon-nagyon sovány manöken alkatot, tehát irreálisan sovány, vékony manöken alkatot, ha jól tudom, 32-es méretű
volt a manöken standard méret, ezt most már tiltják is, és talán a kifutóra nem engedhetnek. Tehát hoztak valamilyen szabályokat ezzel kapcsolatosan, hiszen számszerűen a statisztikák azt mutatták, hogy megugrott az anorexiás tinédzsereknek, fiataloknak a száma, hiszen nyilván azt, amit lát a médiában, az egy minta, az egy példa. Különösen akkor, hogyha az ő környezetéből hiányzik a példakép, és látjuk azt, hogy a fiataljainkat mennyire befolyásolja azt, amit a médiában lát, hall, és hogy ezek adott esetben mennyire veszélyesek. Én most kimondottan az ilyen valóságsókra gondolok, vagy akár ezt, hogy bemutatni az úgymond, én idézőjelbe tenném ezt a tökéletest, mert hogy az, hogy mi a társadalom által éppen divatosnak vélt, az sok mindentől függ. Nyilván függ a divatházaknak a trendjeitől, meg sok mindentől. Ha jól tudom, az utóbbi években erre figyeltek, és ez jó, mert valóban a tinédzsereinknél, fiataljainknál elég nagy számban az anorexia föllépett, és próbálták utánozni. Tehát van, ebben a korosztályban van egy mintakövetés, és hogyha ez a minta egy ilyen destruktív minta, akkor azt követik, és fölébredünk azzal, hogy egy egészségükre káros mintát követnek, és utána megküszködünk a terápiájával ezeknek a dolgoknak, vagy egyáltalán frusztráltá válik, mert hát ő nem olyan, mint a kifutón megjelenő modellek, nem annyira magas, nem annyira vékony, nem annyira, és elveszik az önbizalma, ami nagyon káros. Vagy egyszerűen föladja, és akkor azt mondja, hogy nekem már úgyis mindegy, és akkor meg átcsap az ellenkező, nem foglalkozik azzal, hogy néz ki, mert hogy nagyon fontos az, hogy milyen alkatú egy nő, az egy adottság. Tehát abból nyilván szeretné kihozni a maximumot, hogy néz ki egy egészséges életmóddal. De az agyongyötrött diétázások, látjuk a különféle közösségi portálokon futó, akár táplálékkiegészítőket, akár ilyen fogyókurás, akármiket ajánló dolgokat, ami adott esetben az egészségük rovására is mehet. És hogy akkor megpróbálnak ilyen önsanyargató módszerrel, ahelyett, hogy mondjuk a sportolást választanák. Igen. Az egészséges táplálkozást. Igen, látok egyfajta trendet most például a plasztikai műtétekkel. Uh-huh. Jó, hogy az pénzfüggő, hál' Istennek lehet. Igen. De hogy ez is? Uh-huh. Hogy miért? Vajon miért nincs megbékélve azzal, ahogy sokszor azt látjuk, én is látok ilyen eseteket, hogy nagyon szép, bájos fiatal nő műteti vagy operáltatja át magát más, hogy máshoz hasonlítson. Miért nincs békében önmagával, miért nem tudja elfogadni önmagát? Hát ezek mély lélektani kérdések. Szerintem ennek nagyon mély belső gyökerei vannak, ami egyedi, azt gondolom minden esetben. Mert hogy a nőknek van egy ösztönös tulajdonsága, amivel megkönnyíthetik az életüket, hogyha figyelnek erre a belső hangra. Ugye, hát az ember 40 évesen már tudja, hogy létezik ez. Lehet, hogy 20 évesen nem figyel erre a belső hangra. Hogyan lehet ezt megtalálni? Hogyha merünk önmagunkra figyelni, vagy egyáltalán alkalmat keresünk arra, hogy önmagunkra figyeljünk. Ez egy tanulható egyébként, hogyha nem boldogulunk egyedül, akkor jó, ha segítséget kérünk. Nagyon sok jó szakember van, akár a környékünkön is, akihez elmehetünk, mentálhigiénés szakemberek, adott esetben pszichológusok, és hogyha úgy érezzük, hogy ezzel gondjaink vannak, problémáink vannak, és nem tudunk ebből kilépni, mint egy kis ilyen mókuskerék ebben forgunk, párkapcsolati problémáink vannak, és szinte ugyanarra mintára bonyolódnak ezek a párkapcsolati problémák, vagy
ezerféle dolog lehet, akkor jó, hogyha kérünk egy segítséget, mert nem biztos, hogy egyedül meglátjuk azt a kis problémát, ami miatt ezek kialakulnak. És nagyon jó, hogyha megtaláljuk ezt a belső hangot, és észrevesszük, és halljuk ezt a belső hangot. Szerintem az a nő, aki hallja saját belső hangját, és ezzel barátságban van, ott megjelenik az a fajta kisugárzás, ami a nőiességet adja. És már is tökéletesnek érzi magát. Igen, és különlegesnek érzi magát. És hogyha ő különlegesnek érzi magát, ezt sugározza a környezete fele, és a környezete is ezt fogja feléje visszasugározni. De hogyha mindig szomorúak vagyunk, és kesergünk, és hát olyan idézőjelben mondom savanyúak, akkor a környezetünktől is ezeket fogjuk visszatükröződni, vagy ezeket fogják visszatükrözni, és beleülünk egy mókus kerékbe, akkor nem fogjuk jól érezni magunkat. Jó mosolyogva kelni. Pedig annyi feladat van, és mostanában annyi helyén, ponton kell helytálljon a nő. Munkahelyén, hogyha visszagondolunk a mondjuk jó pár évet, vagy jó pár száz évet, akkor nem volt ennyi. Most a munkahelyen helyt kell állni, anyaként, feleségként, gyermekként adott esetben, hogy ezt hogy lehet összeegyeztetni, vagy mindenütt ott kell lenni, mindenütt meg kell felelni, hogy nem mondjam, igen. Tökéletesen kell bizonyítani, de hogy ezt hogy lehet? Igen, ez is egy kérdés, hogy ez milyen elvárásaink vannak önmagunkkal szemben. Mert hogy nem a társadalom várja el tőlem, hanem én várom el magamtól? Hogy ennyi gyakran helyen? Megtörténhet ez is, hogy én várom, vagy én teszem a mércét X magasságba, és próbálom azt megugrani. Nyilván a társadalomnak is vannak elvárásai, hiszen elvárja azt, hogy egy nő legyen ápolt, legyen gondozott, és ez helyén is van. Hiszen, és tudjon főzni, és... Igen, és hogy otthon a háztartást vezesse, igen. És gyerekek vagyunk, ha szüleink élnek, feleségek, nők, anyák, hihetetlen sok szerepünk van, és az életkorunktól függően bizonyos szerepeink hangsúlyosabbak. Nyilván egy kisgyerekes anya teljesen más hangsúlyt tesz ezekre a szerepeire, mint egy 40-es vagy 50-es életkorban lévő, habár minden életszakasznak megvannak a maga szépségei, maga nehézségei, hiszen 40-50 évesen ugye idősödő szülők, kamasz gyerekek, vagy éppen a családból kiröpülő gyerekek okoznak gondokat, vagy hát nem problémákat, gondokat, lelki mert ez fájdalmat. A természetes, de hogy adott esetben nehézségeket, vagy újszerű helyzeteket. Minden életszakasznak megvannak a szépségei, és valóban mikor, mire tesszük a hangsúlyt, vagy milyen prioritásokat állapítunk meg, miből tudunk visszább vonni, miből tudunk engedni, meghúzni. Hát olyan, mintha sok kis szál lenne a kezünkbe, és aztán ilyen húzd meg, erezd meg. De hogy legyen egyensúlyban azért. Lassan adásunk végéhez érünk, és még nagyon sok kérdésem lenne, de azt meg kell, hogy kérdezzem, hogy bár érintőlegesen azt hiszem beszélt róla, hogy a mentális egészség ez mit jelent? Lelki egészséget jelent, igen. De igen, talán mondtam már, hogy ennek a négy része hozzátartozik, ha bár lelki egészségről beszélünk, de nyilván hozzátartozik a testi, a lelki, a szellemi és a szociális szféra. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezek mind arányosan jelen legyenek az életünkben és pozitíven. A pozitív gondolkodás a mentálhigiénének az alapszemlélete. Hogy a pozitívumokat keressük meg az életünkben, és hogy ezekre fektessük a hangsúlyt. Ne betegségcentrikus legyen, csak egy példát mondok, hogy közérthetőbb legyen. Most korunknak egyik nagy problémája a kábítószerfogyasztás, drogfogyasztás, hogy a drogprevenciós munka az valójában kisgyerekkorban kezdődő prevenció, amikor el sem hangzik talán az a szó sem, hogy kábítószer vagy drog,
hanem olyan személyiségfejlesztéssel foglalkozunk a gyerekeknél, hogy ne legyen szüksége különféle kémiai anyagokra arra, hogy jól érezze magát, hanem érezze jól magát egészségesen. Tehát ez a fajta szemléletmód, amit képviselünk mi, és számos területen. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést. Boldog nőnapot kívánok önnek. Köszönöm viszont, és minden nőtársamnak. Így van, minden nő nézőnknek kívánunk boldog nőnapot, és mindenkinek megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.